Püspökladány város önkormányzata konzorciumi partnereivel együtt humán közszolgáltatások fejlesztésének megvalósítása céljából támogatást nyert az EFOP 1.5.3.16 humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című konstrukció keretein belül. E pályázatból valósult meg városunkban a fásítási program, tudtuk meg Varga Zoltántól, a 7-es számú egyéni választókerület képviselőjétől. Megkezdődött az elmúlt hetekben egy fásítás a város területén. Ez mindenképpen, ha fásításról beszélünk, vagy bármit teszünk a környezetünkért, ez egy pozitív hír. Annyit kell tudni erről a fásításról, hogy egy jelenleg futó pályázat keretében volt lehetőség a fák beszerzésére. A fák érkezése előtt két héttel kaptunk tájékoztatást, hogy milyen típusú fák és milyen mennyiségben fognak érkezni. A pályáztatást és a fák kiválasztását az önkormányzati hivatal szakemberei végezték. A fák kiválasztásánál nem volt lehetőségünk javaslatot tenni, azonban a fáknak az elhelyezésére mi is tehettünk javaslatot. Ennek megfelelően próbáltunk helyet találni a fáknak, ami természetesen nem könnyű feladat, hiszen nagyságrendileg 1000 darab fáról, illetve fászáró növényről van szó. Nyilván örülök a fásításnak, és egy pozitív hírnek tartom, de talán azt gondolom, hogy szerencsésebb lett volna, hogyha a helyekhez rendeljük a fát, nem pedig fordítva, de így is igyekszünk megtalálni a fáknak a helyét. Én magam is tettem javaslatot mind a körzetemben, mind pedig a város különböző területein a fák elhelyezésére vonatkozóan. A körzetemben az egyik ilyen helyszín az a Mikszáth Kálmán utcai játszótér lett volna. Itt már a tavalyi évben is beszéltünk a környéken élőkkel, hogy szeretnénk ide valamilyen fákat ültetni. Ide 10 darab aranykürist terveztünk ültetni, de sajnos a telepítés megkezdésekor szembesültünk azzal, hogy mindössze 10-20 centi talajtakaró van a területen, alatt a építési törmelék található, így sajnos itt nem tudtunk fákat ültetni. A másik ilyen helyszín volt a Szigetsor utca, Kút utca és Bányász utca közötti szakasz, ahova nagyságrendileg 15-20 darab gömmegyfát sikerült telepíteni, illetve a következő napokban vagy hetekben fog sor kerülni a Vásártér utca, Béke utca és Posta utca közötti szakaszán. Itt is nagyságrendileg 15-20 darab vérszilva fa telepítésére. A fák telepítését a közmunkaprogram dolgozói végzik, ahogy látom a legnagyobb odafigyeléssel. Minden fa mellé kerül dréncső, hogy a további öntözése biztosított legyen a facsemetéknek, illetve minden fa karózásra is kerül. Tudomásom szerint a fáknak az utógondozását a Városüzemeltető Kft. Fogja végezni, ami azért is fontos, mert a elmúlt években is a különböző projektek, pályázatok keretében volt lehetőség faültetésre, de sajnos ezeknek az utógondozása legtöbb esetben elmaradt, így ezek a facsemeték kiszáradtak, vagy a kiültetési helyükön szenvednek a mai napig. Én bízom benne, hogy annak ellenére, hogy egy ilyen nagy mennyiségű faültetésről van szó, ezt tudjuk kezelni a következő időszakban, és ezek a fák az ő legnagyobb örömünkre fognak majd növekedni, és szépítik, díszítik a városunkat. Varga Zoltán említést tett arról, miszerint a körzetében is jól haladnak a Mezei Vil Kft. Szakemberei a közvilágítási lámpatestek cseréjével. Még részben történt meg, ugye valóban megkezdődtek a lámpatestek cseréi, a kivitelező cég szakemberei folyamatosan dolgoznak rajta, azonban a városnak a keleti részén kezdték meg ezeket a munkákat, és úgy fokozatosan haladnak a város másik irányába. Én azt gondolom, hogy jó ütemben halad, illetve már az én körzetemben is van olyan utca, ahol megtörtént a lámpatestek cseréje. Itt az ott lakóktól azt a visszajelzést kapom, hogy meg vannak vele elégedve. Én bízom benne, hogy a következő hetekben
a mi területünkön is meg fog történni ezeknek a lámpatesteknek a cseréje az ott lakóknak a legnagyobb megelégedésére. A téli időjárás rendszerint nyomot hagy az utakon országszerte. Püspökladányban sincs ez másképp. A képviselő az úthibákkal kapcsolatosan is kifejtette véleményét, tapasztalatát. Nálunk is meg lehet látni az időjárás nyomait az utakon, bár most nem volt olyan intenzív hidegtelünk, mint szokott lenni, de ennek ellenére is mindenfele lehet tapasztalni, hogy egyre inkább kátyusodnak az utak. Jelen információm szerint hamarosan megkezdődnek ezeknek a kátyuknak, illetve úthibáknak a helyreállítása. Most abban a szakaszban vagyunk, hogy ezeknek a hibáknak a fölmérése folyik. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően ezt a adott településrésznek a képviselője végzi. Nekünk kell ezt fölmérni és továbbítani a önkormányzati hivatal városfejlesztési irodájának, és itt a szakemberek jóváhagyása után átkerül a Városüzemeltető Kft.-hez, akinek a munkatársai ezeket a javításokat is elvégzik. Én a héten ezt le fogom adni a körzetünkre vonatkozóan, és bízom benne, hogy minél hamarabb ez meg fog valósulni, illetve kijavításra kerülnek ezek az úthibák. Bár tudom, hogy vannak olyan útszakaszok, ahol ettől rosszabb a helyzet. Vannak olyan utcáink, ahol az út forgalma miatt, illetve az útnak a keresztmetszete miatt egyre inkább romlik az út állapota. Az egyik ilyen utcánk a Csenki utca. Itt tavaly már próbáltam lépést tenni arra, hogy az utca másik feléhez hasonlóan egyirányosítjuk az utcát, mert olyan keskeny az utca, hogy két gépjármű nem tud egymás mellett közlekedni, és a lehúzódással törik az út széllét, egyre inkább romlik az út állapota. Tavaly akkor azt mondták a közlekedési szakemberek, hogy a környező utcáknak olyan mértékben kéne megváltoztatni a forgalmi rendjét, hogy ezt nem javasolják. Tavaly itt helyeztünk ki súlykorlátozó táblákat, hogy ezzel is tehermentesítsük a nehezebb járművek forgalma alól az utcát, de mindezek ellenére továbbra is rossz állapotban van az utca. Itt a kátyuk javítása, illetve az úthibák javítása mellett fogom majd kezdeményezni a patka feltöltését is, hiszen azzal meg tudnánk óvni az út további leszakadását, illetve ilyen problémánk van a Vásártér utcán is. Itt is nagyon megnőtt a forgalom a 42-es út irányából, nagyon sokan kikerülik a közlekedési lámpát a Petri Pál Erdő utca sarkán, és ezzel nagyon megterhelik ennek az utcának a forgalmát. Itt tavaly kezdeményeztem volna, hogy korlátozzuk a balra kanyarodást 42-es út felől a Vásártér utca irányába, de itt a közlekedési hatóság ehhez nem járult hozzá. Itt véleményem szerint az egyirányosítás jelenthetne megoldást, azonban ez további szakmai egyeztetéseket kell, hogy majd lefolytassunk, illetve a lakosság véleményét is szeretném majd erről kikérni, hogyha egyszer véget ér ez a veszélyhelyzet, akkor szeretnék majd egy közleménykutatást végezni a lakosság körében, hogy milyen formában, milyen megoldást tudnának támogatni, hiszen az ott élők lesznek ennek a úgymond teherviselői, hogyha megváltozik a forgalmi rend, tehát mindenképpen az ő igényeiknek a figyelembevételével fogok majd tovább lépni ebben az ügyben.